Na, kakuk, itt vagyok. Na, még egy csomag jött nekem, ami szerintem kicsit nekem bosszantó lesz, mert ha jól néztem az online számlát, akkor nincs benne egy termék, ami a legfontosabb lett volna számomra, illetve amit én elsősorban kerestem a neten, amit megtaláltam ezeknél ennél a webáruháznál, és ehhez még gyűjtögettem ezt azt amazt tőlük. És ahogy láttam az online számlát, pont az az egy termék nincs. Na, mindjárt megnézem, hozok egy kést, kinyitom. Itt vagyok, azt mondja, hogy egyébként ez egy ilyen pici kis lapos doboz. Azt mondja, a boltba kértem, pikpak.ra, és hát nem volt valami olcsó a szállítási költség. Valami 1190 volt, vagy mennyi. És még ráadásul, valószínűleg, hogy nincs is benne, amit legfőképpen szerettem volna. Úgyhogy, na mindegy. Tadám! Ez a Biogó webáruház, és akkor mutatom, hogy mik vannak benne. Hát most akkor a számla, ugye mivel mondtam, hogy online volt, ezért most nem fogom tudni megmondani, hogy mi mennyibe került, de ha lesz rá hozzá elég energiám, amikor szerkeztem a videót, akkor mindenféleképpen be fogom nektek valahova írni, hogy mennyibe kerül, mint a Rossmanosnál is csináltam. Na, akkor megyek szépen sorba. Szerintem az a legegyszerűbb. Lufaszivacs. Mégpedig len mosogatáshoz való lufaszivacs. Én ezt már annyi youtubernek a videójában láttam, hogy ajánlja, mert hogy környezetbarát, tök jó, szellőzik, nem büdösödik be, természetes anyagból van, tök jó vele mosogatni, van neki ilyen kis akasztója, ezt mindjárt le is vágom róla ezt a papírt, és akkor látjátok, van egy ilyen kis cuki akasztója. Tök jó. Nem olcsó egyébként, mert ilyen 1000 forint körül van, azt hiszem. De azt mondják, hogy nagyon sokáig tart. Most, hogyha azt összeadjuk ezekből a műanyag szivacsokból, amit most én is jelen pillanatban használok, tudjátok, ami szivacs, ilyen vastagabb, és akkor van egy ilyen dörzsis rész a tetején, azzal mosogatok. Általában úgy szoktam, hogy amikor már itt a mosogatásnál úgy gondolom, hogy befejezte a pályafutását, akkor beszoktam tenni a mosógépbe amúgy, a törlőkkel, meg ilyenekkel, és akkor kimosom, és akkor még úgy viszonylag tisztára kimossa, és akkor még a fürdőszobába úgy átcsikálom vele a csapot, meg a kádat, meg ilyenek. Úgyhogy két életű a dolog, nálam minimum. És azt vettem észre, hogy például ennek kék az a dörzsis része, és az elkezd peregni bele ott a kagylóba, így rászáradva ott maradnak, tehát nem egy környezetbarát dologról van szó amúgy, meg nem egy olyan... Meg hát most takarítok, és utána még amivel takarítottam, még azután is takarítsak, mert hogy ott maradnak ilyen kis szemcsék, tehát ez tök gáz. Úgyhogy lufa szivacs mosogatáshoz Egyiptomból származik. Wow! Nagyon vagány. Egyiptom. Betoljok. Következő szintén lufaszivacs, csak ez takarításhoz írja. Ez egy kisebb változat, ez egy ilyen kis korongszerűség. Elmutatom nektek. Jaj. Így. Ez is szerintem, hát nyilván ez nem ilyen kemény, hanem amikor majd víz éri, akkor bepuhul, de hogy szerintem ez tök jó dörzs is, például így csaptelepet, fürdőkádat, ilyeneket átmosni, szerintem tök jó lehet amúgy. Úgyhogy izgatottan várom, hogy majd kipróbáljam, úgyhogy nagyon-nagyon izgi, és még van egy valami, ami nagyon megtetszett, ez pedig
kókusz rost mosogató kefe. Most tiszta ilyen ökoba átmentem. Így néz ki lófkó, az a ráíva. És így néz ki. Így néz ki. Amúgy ezt nem tudom, hogy ez ennyi amúgy? Tehát ez, ennek nincs nyele. Hát, nem tudom, ez olyan furi. Amúgy szerintem ez poharaknak legjobb. Tehát beledobjuk palázsuk, át sikamikáljuk. Annyira jó egyébként, úgy szeretem, hogy ezeknek ilyen természetes illatuk van. Nagyon jó. Kókusz. Hát, hogy ez most a kókusznak, a diónak, abban a keményből volna, szerintetek csinálva? Nem tudom. Nem tudom. Tök jó. Na, úgyhogy ez volt a három ilyen dolgozós tudsz, amivel dolgozni kell. Aztán mutatom még, hogy mik vannak itt. Kender Mag List, natur kuktás. Ilyet szoktam fogyasztani. Általában a zöld turmixomba szoktam beletenni. Nem vagyok érte oda, amúgy. Jó, biztos a hatása azért jó. Mert hát ugye tudjuk, hogy a kender az jó hatással van a szervezetre. Annyi, hogyha beleteszem a zöld turmixba, akkor érzek benne ilyen szemcséket, mert hogy ugye ez, tehát ez a zörlemény, tehát ez nem oldódik föl. Úgyhogy, de biztos jó béradír, meg hasonlók, úgyhogy fogyasztom ajánlatra, de nem vagyok érte oda, de fogyasztom, mert fő az egészség, meg az egészségem, meg hogy helyreálljon a rendszerem. Másik ilyen örlemény, az a csuta márkájú, Mária tövismag örlemény. Ezt is szoktam a zöld turmixba, zapkásába tenni, ez is jótékony hatással van. Szerintem a Mária tövismag az ugye máj. Nem tudom, mert én ezeknek nem néztem utána, nekem van egy szakember, aki megmondja, hogy ezt ezzel, ezt ekkor, ezt amakkor, és akkor én ezt oké, de tudod? Úgyhogy én ebben nem kutakodtam, de én úgy tudom, hogy a máj méregtelenítésére való. Ez egy nagyon-nagyon tuki dolog, mégpedig egy tejatojás, tejafilter. Csak ugye nem fém, mert azt tudjuk, hogy a tejákat, a gyógyteákat pláne, nem szabad, hogy fémmel érintkezzenek. Úgyhogy ez szilikonból van, ami azért is jó, mert hogy ez hőálló, többször használható. Na, csak szétszedtem végül. Ilyen, tehát ebbe beletesszük a tejafüvet. Kis lukacskák vannak rajta. Rátesszük a kupakját. Bocsánat, a kutyám az ugat. Bezártam a kutyust most, mert fog jönni egy futár hozzám, hoz egy csomagot, és nem tudok tőle kimenni a kapun. Tehát, hogyha nyitnám a kaput, akkor keresztbe ledobja magát a 25 kilóját, vagy 27, nem is tudom mennyi, pontosan így van valahogy. Puff, keresztbe levágja magát a kapuba, és na, innen ki nem mész. Úgyhogy csak a testemen keresztül, úgyhogy én ezt nem akarom eljátszani a futár előtt, hogy várjon majd mindjárt, majd jöjjön már vizet 10 perc múlva, megpróbálok kijutni a kutyámtól, mert annyira rettek, hogy én itt hagyom, vagy mi, mert hát nem csak ha én megyek ki, bárki ki akar menni a családból, akkor teljesen odáig van, és nem engedik ki, és nyüszít, és nem menj ki, és sír, és harapja a kezemet, hogy ne menjek, a lábamat harapja, tehát befele lehet jönni, kifele? Nem. Úgyhogy bezártam reggel a kiskertbe, az előkertbe, van neki jó nagy terület, úgyhogy tud szaladgálni. Viszont így az a dolog, hogy itt van előttem a kiskert, és ő itt ugat. Mert hogy ő a házőrzőnk. Aztán nem tudom, hogy mitől félt most bennünket, mert semmit nem látok. De ő ugat. Valószínűleg a szomszéd macska, mert az előszeretettel szokott itt, tudjátok. Elsétálok már oda, jó, meg vissza. Szerencsétlenek a guta megüti. Na jó. Zárójel bezárva, folytatom tovább. Következő. Na, itt van, hogy gluténmentes. Ha már megijedtem, hogy nem gluténmentes, gyerekek. Jó. Ott van, gluten free.
Tehát, cerbon a gluténmentes zappehely, finom szemű. Oké, ez kell nekem. Hát most ez nem büdös, mint a rosszmanos. Mert mondjuk ők becsomagolták itt a dolgokat, amik esetleg szagosak lehetnek hozzá képest. Úgyhogy az a fejhem, ez már nagyon kellett, de amúgy ma vettem egyet az ABC-be is. Még pluszba, ott pedig ilyet árulnak, ezt a Love Diet márkájút. Úgyhogy most már van két csomag, ez is egy darabig elég. Úgyhogy, de vettem, mert teljesen kifogytam tegnap, teljesen elfogyott, úgyhogy egy morzsa sincs, úgyhogy már most ez nagyon kellett. Na, megyek tovább. Így jobb. Chia mag, vagy kia mag, vagy chia mag, vagy nem tudom, hogy ki hogy mondja. Ezt is szoktam fogyasztani minden reggel, a műzlibe, vagy milyen zapkásába. Úgyhogy ezt nagyon szeretem. Még chia, vagy chia, vagy milyen pudingot akarok csinálni belőle. De még odáig nem is ottam. Úgyhogy ezt szoktam használni, Benefit márkájú. A következő, hát itt már úgy látom, hogy kaja nem nagyon van, maximum, ami a szájhoz tartozik, az egy fogkefe, mégpedig len Neo Bio fluoridmentes gyermekfoggél, bio alma és papaja kivonattal, 50 ml-es. Kíméletes tisztító és ápoló fluorid és színezékmentes, a gyümölcsösen friss ízű foggél, különösen az első fogacskák ápolására, rendszeres fogmosásra, és ez fürkinder, ez az én kinderemé lesz. Aj, te van itt élve ezzel a fényes papírral. Júj, de jó illata van. Tipik gyerekfog fogkrém illata van. Vegán, gluténmentes, laktózmentes, naturkozmetikai dolog. Én a fluoridmentes fogkrém mellett vagyok, teljes vászélességgel. Annó, mikor az egyik nagy cégnél dolgoztam, akkor ott megtanultuk azt, hogy a fluoridra, hát most jó, mindenkinek megvan a véleménye, én ebben hiszek, hogy a fluoridra nincsen szükség egyébként a fogápolásnál, és bármennyire szajkózzák is a fogkrémgyártók a fluoridot, amúgy káros, mi azt tanultuk, úgyhogy amit ott forgalmaztunk fogkrémet, az is teljesen fluoridmentes, és a kisfél, meg ízet, hogy mondjam, tehát nem ilyen gyerekízű fogkrém volt, hanem teljesen ez, amit ez egy átlagos fogkrém volt, ilyen nem mentás, hanem várjátok csak, jaj, hirtelen akartam mondani, na mindegy. Szóval egy normál fogkrém volt, egy semmi extra, és hogy azzal most a Krisztián mindig is a fogát, az első perctől kezdve, és lekopogom, már 6 éves, és egyetlen egy foga nem rossz, szépek, fehérek a fogai, jó, biztos genetika is van, mert nem tudom, tehát szép fehérek a fogai, nem rosszak a fogai, nem szuvasodnak, semmi, úgyhogy legutóbb, ja, és akkor gondoltam, hogy kedveskedek neki, kisütött a pocska, gondoltam, hogy kedveskedek neki, és akkor egy ilyen kis ízes változatot is veszek valamit, úgyhogy volt már neki, nem tudom milyen márkájú, ami ilyen almás volt, az is fluoridmentes volt, kifejezettem, meg ziája volt legutóbb, ugye az is fluoridmentes, az azt hiszem, hogy valami bogyós gyümölcsös volt, mert ilyen nagyon sötét bordó színe volt, és nagyon finom illata. És akkor ez pedig Neo Bio, Natur Cosmetic, és akkor ez is egy ilyen gyümölcsös. Úgyhogy annyinál maradunk, hogy ezt a vonalat viszem, hogy fluoridmentes legyen az övé. Én is azzal mosok, bár most nem, de egyébként ezzel mosok, amit mondtam, hogy dolgoztam egy cégnél, és akkor az ők fogkrémjükkel mosom azóta is a fogam. Na, megyek tovább. Közben a napocska ott a felhők közül kikandikál.
tisztítószer kategória, be van zacskósva. És milyen jó, hogy bezacskózták. Gyerekek! Ez folyik. Ez folyik. Ez itt, látjátok? Ez itt mosogatószer amúgy. De most ezt én nem értem, hogy ez most hogy tud folyni. Hol folyik? Mert hogy bezacskózták, hál' Istennek, amúgy mert már ázna itt nekem az összes cuccom benne. De ez itt... Én ezt nem értem. Most ezt hogy tudod? Hogy tudod ezt kifolyni? Teszem, mert semmit nem látok rajta. Semmi lukat nem látok, de itt a teteje, ez tiszta izé, ilyen. És akkor van egy ilyen, és ez már teljesen el van ázva, mint látjátok, egy ilyenbe. Meg még azon kívül volt még egybe benne. Miért tudom, ezt tudták, hogy folyik, és akkor úgy küldték nekem? Vagy most ez hogy van? Na, most mindjárt megnézem, most ezt... Aha, itt. Ott folyik. Na mindegy, úgy is kiöntöm a adagolóba majd. Akkor megmutatom, ahogy tudom nektek. Öko mosogatószer. Nem fogom tudni kimondani, ez a Labrevert, vagy mi a franc, ez a márkája. Aloe vera illatú, itt van rajta valahol, hát le van ázva a magyar felirat, úgyhogy tök mindegy. Júj, most ez tisztára. Itt Lukas, itt a csőr felett. Na gyerekek, leteszem, egy pillanatra röblítem a kezem. Hogy ezt majd akkor ki kell öntenem a tartókájába, csak mondjuk még most van benne másik. De egyébként nagyon jó illata van. Kellemes illatú. Kellemes illatú. Egyébként jó. Na hát hál' Istennek, hogy becsomagolták amúgy. Na! Következő. Bocsánat a fény viszonyokért, de most... Az előbb még nem sütött, hanem most még már süt. Úgyhogy ez most így ilyen. Ez egy Herbo mosóparfüm. Herbo. Radiant Sun. Nekem még ilyen nem volt. Textilöblítő koncentrátum, növény eredetű összetevőkkel. Egy kedves feliratkozómtól kaptam egy üzenetet, hogy na hát, hogy ez milyen jó, és hogy milyen okos dolog volt, hogy én ezt megmondtam neki, illetve nektek, átadtam ezt az infót, mert hogy ő azóta ezt kipróbálta, és hogy úristen. Jaj, gyerekek! Meg kell halni! De jó illata van! Hú! Nyelvcsiklandó egyébként, mert incsiklandó, nyelvcsiklandó, incsiklandó, ú, de izé vagyok, hülyeséget beszélek. Vissza. Tudjátok, milyen illata van? Valami grapefruit narancs. Van itt valami rajta? Ja, pont egyet se találtam el. Mangó széna. És olyan illata van, mint a mangós fantának. Kb. Nagyon jó. Ó, gyerekek, nagyon jó. És ilyenek lesznek a ruhák, ilyen illatúak? Hát ez akkor fantasztikus! Herbo! Amúgy vettem még másféle herbósat is, úgyhogy most öblítőből, vagy ebből a mosóparfümből offon vagyok, mert szerintem ez most, mondtam, hogy 4-5 hónapig elég lesz, amiket most már vásároltam. De voltam bent a DM-be. Tegnap előtt. Igen. És még azt nem is mutattam meg, hogy ott miket vettem. De ott is vettem. Nem azt hiszem, hogy rózsaszín, vagy kék. Vagy ez is, az is. Nem tudom. Ben van a szatyorban. Még ki sem bontottam a szatyrot, mert meg akarom nektek mutatni. Na, mondom tovább. Szóval, öblítő. Mosóparfüm. Aztán jönnek az illatok.
ilyen illóolajak. Azt mondja, hogy mindjárt megpróbálom őket egyformán árrendezni, hogy látsátok, hogy mik ezek. Egyik sem különlegesség. Eukaliptus, citrom, narancs, levendula és teafa. Tehát van benne fertőtlenítő, illatosító, levendula nyugtató, melyiket tagoljam meg? Citromot. Ez biztos tuti jó. Ilyen pici kis üvegcsébe van. Ez azt hiszem, hogy 10 milliság. Igen. 10 milliság. Nagyon kellemes. Nagyon kellemes. Úgyhogy ehhez az ökotisztítószerekhez, amiket majd én itt házilag gyártogatok, ezekhez tök jók, meg padlófelmosáshoz szoktam használni, úgyhogy teszek a vízbe ezt az aleppói fekete szappant, amit a múltkor mutattam a mosós videómban, hogy azt szoktam használni, teszek a felmosó vízbe abból egy evőkanállal, teszek bele ilyen illóolajat, egy olyan 5 cseppet, és az egész lakásnak tök jó illata van tőlem. Úgyhogy meg lehet párologtatóba tenni, tudjátok, így meggyújt mécses víz bele, pötty, és akkor úgy. És ami még illat kategória, az füstölő. Füstölő. Én régen, ilyen 20 éve, kb. Szerettem nagyon a füstölőket. Volt egy barátnőm, aki szerette a füstölőket, és akkor elkaptam tőle, és akkor én is szerettem a füstölőket, meg be is vásároltam mindenfélégre, meg füstölőztem is, meg minden. Még a családom mindig bírta, és én ezt megpróbáltam a jelenlegi párommal, amikor mi összejöttünk, hogy elkezdtem füstölőzni, és akkor mondta, hogy ezt most úgy muszáj, hogy ezt úgy annyira nem kultiválja. Úgyhogy letettem a füstölőkről, viszont tavaly, amikor sok volt az anyag, valahol olvastam, hogy ó, hát füstölő, meg így, úgy, amúgy, ilyen levendulás, meg citronella, meg mit tudom, ilyen illatokat, meg próbáljuk meg, meg ilyenek. Úgyhogy vettem egy pár darab füstölőt. Krisztiának viszont nagyon tetszik a füstölő, úgyhogy most majd próbálgatok, ha nem is beltéren, de mondjuk ilyen terasz, vagy valami hasonló környéken, vagy területen füstölőzgetni. De én is szeretem egyébként őket. Úgyhogy vettem, ez kókuszos, akkor vettem olyat, ami mindjárt megmondom, hogy milyen. Ez a Tulasi márka, Arabian Musk, az van ráírva. Így. Úgyse fogjátok látni, mert pont fordítva mutatja a kamera szerintem. És akkor vannak ilyen kisebb dobozosak. Ezeket tudom, hogy 83 forint volt darabja. És 8 darab van benne, azt hiszem. Igen. Van kókuszosba, fahéjasba, jázmin, van epresbe, meg csokisba. Úgyhogy ebből vettem 5 félét, ebből egyet, ez a, de most ez Arabian Musk, de mi ez? Exotik? De konkrétan hogy volt ez a webshopban megfogalmazva, vagy hogy mondjam, tehát a magyar neve, nem tudom, így lett volna, hogy Arabian Musk, nem tudom, valami más lehetett, de így nem tudom amúgy, hogy az most mi. Nem tudom, de ez a kókusz, ez nagyon vagány. Ennek annyira jó illata van. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy kiürült a dobozom, ennyi lett volna a BioGo webáruház, és igen, azt még hozzáteszem, hogy nincsen benne, amit a legeslegfőképpen szerettem volna megvenni, az pedig egy nyeles, cserélhető fejű mosogató kefe, ami fából van, meg ilyen természetes sörtéi vannak a kefének, és a számtalan webáruházba megnéztem,
És mindenütt készlethiány, 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 elfogyott, jelenleg nincs készleten, blablabla. Sehol nem volt. Sehol. Na, itt van biogó. Ezért, van. Jó. Nézem, raktáron, külső raktárról, egy-három napon belül megérkezik, úgy volt ott a webshopba feltüntetve. Hát ezek szerint nem érkezett meg. De hogy jelezni se jelzik, hogy te marha, amúgy amit rendeltél, az egyik termék, amúgy nincsen, attól függetlenül küldhetjük a csomagot? Vagy valami? Mert azért szoktak ilyet csinálni, tehát én már számtalanszor rendeltem be páruházból, mert nyilván ti is, és hogyha mondjuk rendeltek három termés, ebből egy nincs, akkor azt szokták kérdezni, amúgy a többit kéred? Még jó, hát most itt, na hát azért volt itt 10 termék, és akkor abból egy, na jó, tudom, bagatell téma, de akkor is, na. Hát most legalább egy e-mailt írjanak, hogy bakker, elfogyott amúgy, és megnéztem tegnap este, amikor megnéztem a számlát, láttam, hogy le van minuszolva belőle az egy termék. Hát mondom, nagyon jó. Megnéztem a beváróházba, és még mindig ugyanaz van írva, hogy raktáron. Amúgy ez annyira megtévesztő, nem? Na jó, nem kezdek itt negatívoskodni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. És a legközelebbi videóban találkozunk. Puszi!